Második Erzsébet apja 6. György halála pillanatában nem egészen 26 évesen vált uralkodóvá. A fiatal királynőt csak a következő évben 1953. június 2-án koronázták meg a Westminster apátságban. Így vált belőle hivatalosan is a nemzetközösség 7 államának vezetője. A 90. évében járó II. Erzsébet szerdán megdönti az angol-brit monarchia abszolút uralkodási időrekordját, amelyet szerdáig ők nagymamája Viktória királynő tartott. Az uralkodó ezen a napon 63 éve 7 hónapja és 3 napja ül a trónon. Erzsébet 13 éves volt, amikor kitört a II. Világháború. Húgával együtt Angliában maradtak. A háború ideje alatt hadnagyi rangban szolgált, 21 éves korában ezt az esküt tette. Kijelentem önök előtt, hogy egész életemet, legyen akár rövid, akár hosszú, az önök szolgálatának és a birodalom szolgálatának szentelem, amelyhez mindannyian tartozunk. Második Erzsébet királynő és férje Fülöp edinburghi herceg 1947-ben kötöttek házasságot. 4 gyermekük született, közülük a legidősebb fiú Károly Velszi herceg a trónörökös. Fontos mérföldkő volt a királyi család életében Károly és Lady Diana Spencer házassága 1981-ben. A királynőnek rossz éve volt 1992-ben, gyermekeinek magánéleti bonyodalmai és a Windsori kastélyban pusztító tűz is felzaklatták. 1992 nem az az év lesz, amelyre szívesen emlékszem majd vissza. Hogy egyik kedves titkárom szavait idézzem, ez egy szörnyű év volt. 5 évvel később, miután Károly és Diana már elváltak, újabb tragédia sújtotta a királyi családot. Diana hercegnő 36 éves korában szörnyű autóbalesetben elhunyt Párizsban. Erzsébet királynő fontos szerepet tölt be a világpolitikai szintéren. Uralkodása során 12 amerikai elnökkel találkozott és 12 brit miniszterelnökkel dolgozott együtt. 63 év alatt a világ vezetőinek jelentős részével találkozott már. A királyi család legújabb generációja a 2 éves György herceg és a még csecsemő Charlotte hercegnő, a Cambridge-i hercegi pár gyermekei.